Szeretnél találkozni a kedvenc Command Block senseieddel? Hát ne habozz! Gyere a Western City Center szökőkútjához szeptember 13-án! Élőben beszélgethetsz Csabusával, készíthetsz fényképet vele és kérhetsz tőle autogramot. Ha helyesen válaszolsz minden kérdésre a Csabusa quizen, nyerhetsz 1.8-at. Ha elhozod a kecskédet, ajándékba kapsz immórendszert. Az első érkező kekszet kap és az első 20 pedig Csabusa pólót. Ne feledd, 2014. szeptember 13. Western szökőkút. Sziasztok! Ma megint egy olyan Reston szerkezetet fogok mutatni, ami egy kihívásból született meg. Fred barátunk küldött nekem egy videót, amiben csinált egy armor standet, amit gombokkal tudott irányítani, tehát tulajdonképpen egy távirányítós robot. Nekem így ez jött le, és ugye azt mondta, hogy csináljam meg a saját logikám szerint, hát elfogadtam a kihívást, és megépítettem egy saját ilyen távirányítós armor standet, vagy robotot. Hát igen, így öltöztettem föl ilyen. Ez olyan robotos. Na, a szokásos távirányító. Ja igen, én úgy gondoltam, hogy nem egy ilyen fix panelt csinálok, valami falat, amin gombok vannak, hanem legyen a játékosnál a szükséges eszközök. Az egyik a szokásos távirányító, a répás horgászbot, ezzel lehet elindítani és megállítani, illetve kell még két tárgy, az egyiket jobbrának kell nevezni, a másikat pedig balrána, ezek forgatják az armor standet. Nem kell, hogy ilyen skull legyen, ilyen mob fej legyen, mint amit most választottam. Csak azért választottam ezeket, mert ezen nyíl van, úgyhogy jobban számlélteti, hogy merre fog forogni. De egyébként csak a nevét ellenőrzi a rendszer. Tehát azt is csinálhatnám, hogy sült húst elnevezek jobbrának, és akkor azzal fog forogni. Na, tehát mutatom is, úgy lehet forgatni, hogy kézbe veszem a jobbrát, és akkor jobbra forog, pedig a balrát, akkor balra forog. Mondjuk arra fogunk menni. Jó. És akkor ha használom a horgászbotot, akkor elindul. Igen, a mozgásának az animációját ahhoz ustavottam menni jobban kidolgozni, úgyhogy ne azt nézzétek, nem az lényeg. Ha még egyszer használom a horgászbotot, akkor pedig megáll. Jó. És akkor megmutatom, hogyan működik. Az egyik, mondjuk kezdjük itt ezzel a kicsivel, látszik, hogy ez így külön van, ez a forgatást nézi. Itt van egy órajel, és ellenőriz ilyen időközönként, hogy mi van a kezünkben. Jobbra van a kezünkben, itt látszik, hogy csak a nevét ellenőrzi. Akkor két kommandok, az egyik jobbra forgatja az armor standet, a másik pedig lenullázza a kommandokot, tehát hogy ne küldjön jelet, hogyha a következő villanásnál is még a kezünkben van, akkor újra küldhessen jelet, újra forgathassa. Mert ugye, ha nem veszik ki a jelet, akkor folyamatosan jelet küld, és akkor nem fog így forogni. Ezt most nem mutatom meg, aki csinált már hasonlókat, azt tudja. A balránál ugyanez, másik irányba. Oké, akkor nézzük ezt az első négy ágat. Tehát itt van két oldalon két-két ág. Mindegyik azt nézi, hogy használtam-e a horgászbotot. Ezt a nevet, ennek a score-nak azt a nevet adtam, hogy start. Tehát a start 1 plusz az armor stand 90 felé néz. Most melyik irányban néz? Igen, most néz 90 felé pont. Igen. Tehát 90 felé néz, akkor ez jelet fog küldeni, és beindítja ezt a jelgenerátort, ami annyit tud, hogy itt megadott időközönként küldi jelet ennek, hogy teleportálja át az armor standet. Tehát mutatom, most használom a horgászbotot, akkor őt ugye világít, kialszik a fák, és beindul a villogás, és akkor mozgatja. És akkor forgatom, hopp, akkor látszik, hogy most ez indult be, mert most a 270 felé néz. Ha még egyszer használom a horgászbotot, ugye leáll, mert akkor 2 lesz az értéke. Pontosabban itt van ez a command block, ami ha eléri a 2-t, ez a start, lenullázza. Tehát 0-1-0-1 így lehet ki bekapcsolni. Oké. A mozgás. Fölvettem még egy score-t, az a neve, hogy lépés. Most tulajdonképpen itt vannak a képkockák, ezt úgy kell elképzelni, és mindegyik képkockához a score-nak egy értéke tartozik. Ez a nullás, ez az egyes, ez a kettes, ez a hármas. Ha elindítom a armor standet, akkor beindul ez a jelgenerátor, és akkor azt nézi, hogy egy, ez a lépés, akkor beállítja, amilyen pózrait beállítottam. Aztán
hozzáad egyet ehhez a lépéshez, aztán ugye megint ennek küld a jelet, már egy lesz a lépés, akkor ezt a úgymond képkockát fogja beállítani. És így tovább, ha eléri a 3-at, itt van ez a kommandok, lenulla, itt van 4-et. Ha eléri a 4-et, lenulláz, és akkor megy előre az animáció, tehát így oldottam meg. Azt még megmutatom, mert tök jól néz ki, hogy megáll, hogyha akadály van. Csak az alsó blokkot nézi, tehát ott megáll. A felsőt a sajnos nem, tehát azon átsétál, de hát az előzőek alapján ugye még egy parancs. Jó, a pálya természetesen letölthető, és ott lesz a linkben Fred videója is, össze lehet hasonlítani. A kézikönyv legyen veletek.